Az Atya, a Fi és a Szent Lélek nevében. Mérünk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Advent harmadik vasárnapja van, a reménység vasárnapja. Krisztus a mi reményünk. Reményünk forrása ő maga, és ennek a csírája, ennek a alapja igazából az, hogy ő megszületik, sőt, hát visszamehetünk egészen a protoevangéliumig, ami a Teremtés könyvében olvasható, amikor az ősbűn, az első bűn elkövetése után rögtön megígéri a Jóisten, hogy elküldi majd a megváltót, a szabadítót, aki eltiporja a sátánt. Igen, kedves testvérek, a reménység emberei vagyunk mi valamennyien, bár nagyon sokszor úgy érezzük, hogy az a bizonyos célpont, a mennyország, a hegycsúcs, a nyolc boldogság csúcsa, a mennyi Jeruzsálem oly nagyon messze van. Ezért nagyon fontos, hogy egymást bátorítsuk, biztassuk, húzzuk, toljuk, segítsük ezen a hazafelé való zarándok úton, hogy Pál apostol mondja a megrodgyant térdűeket, sokszor mi vagyunk azok, egymást támogassuk ezen az úton, hogy végül reménységünk forrásához, Krisztushoz meg tudjunk érkezni. Most a harmadik gyertyaszálat fogom megütni, az első alkalommal a kerességre, második alkalommal a bírmálásra, harmadik alkalommal pedig emlékezzünk most hálaadásképpen a bűnbánat szentségére, ami által mi újabb és újabb lehetőséget kapunk Isten végtelen irgalmából, hogy megtért szívvel, tiszta lélekkel tudjuk folytatni zarándokútunkat és a reménység emberei lehessünk. Kedves testvérek, a szentmise áldozatot, azt elhunyt Tóth Jánosért ajánljuk föl. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket,
és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, te látod, mi hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét, add, kérünk, hogy üdvözítünk születésnek nagy napjára elérkezvén, örvendező lélekkel áhítatosan ünnepeljünk. Amirunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A próféta így beszél. Az Úr lelke nyugszik rajtam, ezért kent föl az Úr, és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtön lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt. Ez az Isten igéje. Közel van az Úr mindazokhoz, kik segítségül hívják, kik segítségül hívják igazságba. Közel van az Úr mindazokhoz, kik segítségül hívják, kik segítségül hívják igazságba. Az Úr dicséretét hirdesse az én szám, és áldja minden test az ő szent nevét. Kik segítségül hívják igazságba, közel van az Úr mindazokhoz, kik segítségül hívják, kik segítségül hívják igazságba. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Testvéreim, legyetek mindig derűsek, imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a lelket, s a profétai beszédet ne vessétek meg.
Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül, Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott benneteket, ő majd végbe is viszi. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben föllépett egy ember, az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, ki vagy te? Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta, nem én vagyok a messiás. Ezért megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy? Nem vagyok, felelte. A proféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Erre azt mondták neki, akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket, mit mondasz magadról? Azt felelte, a pusztában kiáltó hangja vagyok. Egyengessétek az Úr útját. Amint Izajás proféta mondta, a küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték, miért keresztelsz hát? Ha nem te vagy a messiás, sem Illés, sem pedig a proféta. János így válaszolt, én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek még a sarusziás sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangélium igéjén. Kedves testvérek, miként említettem a szentmise kezdetén, nagyon örülök annak, hogy ezen járvány időszakban, hát minden rosszban van valami jó, szokták mondani, szóval különösképpen, hogy gyerek voltam, eddigé belém kalapálták a szüleim meg, hogy kisfiam, minden rosszban van valami jó, találd meg a jót. Ez az a házi feladat, és hát ennyire sokszor megtalálni a rosszban a jót, de az ember igyekszik, és erre külön ki fogok térni, hogyha Jézus vagy Mária szemével nézzük a világot, erre külön a Mária szemével, ki fogok majd térni, nem most soká, majd legátják, vagy meghallják, hogy miért. Nos, hát akkor ebben a járvány időszakban is van annyi jó, legalább, és ennél sokkal több is, hogy lám a digitális technika segítségével nagyon sok emberhez el tud jutni Isten üzenet. És én bíztatom is önöket, hogy terjesszik, legyenek olyan kedvesek, hogy terjesszik a különböző csatornákon keresztül, akár most itt a reklámot fogom mondani, ez nem reklám, tehát nem egy mit tudom én, micsodát, parfümöt, vagy egy nadrágot, vagy nem tudom, micsodát fogok reklámolni, vagy egy autót. Tehát igen, terjesszik akár a Bataplebánián keresztül, akár a Noé zenekar honlapján keresztül, vagy például az én Facebookomban vagy négy belőle, Illési Mátyás különböző variációban, terjesszik, nem azért, hanem azért, mert nagyon sokan otthon vannak, nem tudnak eljönni, ingadoznak, bezártak, és óriási kapaszkodó számukra.
Úgyhogy igenis a jó hírnöké legyenek, mint keresztelő Szent János. Hát őnek is se volt olyan nagyon könnyű, mondjuk a börtönben elviselni az üldözést, míg aztán fejét vették. Nos, hát tehát visszakanyarodva az evangéliumi szakaszhoz, majd pedig egy nagyon kedves szép szűzanya ünnephez, ami tegnap volt. Múlt héten éppen ugye a szeplőtlen fogantatást ünnepeltük, és most pedig tegnap a guadalupai szűzanyának a emléknapja volt. Tehát nagyon kedves szép ünnepnap, és ehhez kapcsolódóan majd egy pár gondolatot szeretnék mondani. Nos, hát tanúságot tenni az igazságról. Ki vagy te? És ugye lehet ezt negatív és megkérdezni, hogy hát te ki vagy, hogy te egyáltalán így mersz viselkedni. És szokták ezt így is mondani, ez nagyon csúnya, főleg, na szóval, igen. De az önazonosságunk megtalálása. Kik vagyunk? Ha megkérdezik, hát bár elég kevés a gyerek, de megkérdezik a gyermekek, hogy én ki vagyok? Hát lehet mondani a nevet is, Tóth Ilonka, Szabó Pisti, stb. De egyáltalán kik vagyunk? És, kedves testvérek, az egy kevés. A név persze az kötelez, ezért nagyon fontos a családban eltöltött időszak, milyen, döntő mértékben határozza meg, de nem döntő, hát nagyon nagy mértékben határozza meg a későbbi lélek formálódást. Mert ugye az Isten az, aki igazából alakít bennünket. Tehát beszélgettem egy nagyon jó barátommal, a Béke Gyermekotthonnak a volt igazgatójával, hogy 25 éven keresztül ott dolgozott és igazgató is volt, Szabadka Péter, de hát sok mindenről beszélgettünk, és kiváló ember, úgy érintelegesen mondta, hogy a szülők nélkül kerülnek be az otthonba a gyerekek, és a többi, és a negatív példa, stb. De hogy a kortárs csoport hatása, most kedves esélyek, ez rendkívül fontos. Miben erősödnek a gyermekeink, a mi unokáink? Milyen hatások érik? Persze a szülő azt gondolja, hogy kikerült a kezi közül a gyermekem a nagyobb bacska lesz, tehát nagyon nagy mértékben a aputól, anyutól kapott ugye, gének, meg a nevelés, az meghatározza, hogy kérdezik, hogy a kortárs csoport. Ugye? Különböző fajtájú formájú. Melyek erősödnek meg benne? Ezért a kamaszkor például nagyon izgalmas időszak, amikor valaki vagy megerősödik a jobban, vagy pedig jó időre eltávolodik az Istentől, mindentől, aztán majd remélhetőleg visszatér. Ki vagyok én? Fölteszi a kérdés magában a 4 éves, a 12, 6, 4, 8 éves, az idősebb is, aztán a élet elszámolásakor, szokták mondani a bölcsesség időszaka ez, vagy az idős ember fölteszi, hogy ki vagyok én? És amikor keresztelő Szent János megkérdezi, ki vagy te, akkor ő azt mondja, hogy hát én csak egy Isten küldötte vagyok, és én csak előkészítő vagyok. De itt áll köztetek, akit ti nem ismertek, de én ismerem. Keresztelő Szent János már születés előtt ismerte Jézus, amikor fölújjunktak egymás, ugye anyukáinknak a pocakjában, ott találkozott Mária és Erzsébet, és János meg Jézus is fölújjongott, és belül dicsőítették az Istent. Igen, kedves testvérek, közöttünk van Jézus, akit mi ismerünk, hogy mondja a Szentírás, hogy mi arról valakiről teszünk tanúságot, akit láttunk és tapasztaltunk. Isten szent népének, akinek tagjai vagyunk, nekünk az a feladat, hogy tanúságot tegyünk. Ez nem biztos, hogy egy sikerkassa orientált feladat, mert például Assisi Szent Ferenchez visszakanyarod, amikor ő megtért, akkor hát édesapja, miután a családi vagyont egy kicsit szétosztotta a szegények között, hát apa nevében vette Júnion, aztán kikorbácsolta a házból. Hát igen, nem biztos, hogy az ember profitál saját hazájában, de mindesetre, hogy ki vagyok én? Isten gyermeke vagyok. Jézus testvére vagyok, megváltott vagyok, megszabadított vagyok, az ővé vagyok.
És önmeghatározásunkat igazából gyökerében, alapvetően ez az, ami lényegében befolyásolja. Hányszor hallottam ezt már, hogy semmim sincs, senkim sincs, de... És pont amikor otthonról elzavart, utcán tekergő gyerekek például ezen otthonba bekerültek, és megkereszteltem őket, és mondták, hogy hát végre van Istenem. És nagyon volt, aki tényleg nagyon komolyan vette. Végre tartozom valakihez, Istenhez is, az a kis marotnyi közösséghez. Persze társadalmi sokszor kiröhögték, lenézték, és mi próbatételeken keresztül mennek át ezek, akik önmeghatározásokat Istenből vezetik le. Igen, ő küldött, ő szeret, ő van a szívem, lelkem mélyén. Ahogy most kikerült Bassi Balázs atya a kórházból, és olyan örömmel olvastam azt a mondatot, nagyon szeretem Balázs atyát, ismerem 15 éves korom óta, és hát hogy pár éve, és nem 15 éve, 15 éves korom óta. És Balázs atya azt mondja most, amikor kikerült a Covid kapcsán a kórház, azt mondja, most már átadtam lélegzésemet, hogy ő lélegezzen bennem. Ugyanilyen, amikor volt a szívműtétem, és ez a billentyű Papp Lajos professzor ültette be, kiváló ember, és 97-ben még, és hát nagyon nehéz volt megszokni ezt a cintányírozást a szívemben, ami csattog éjjel-nappal, azt mondtam, atyikám, addig jó, míg csattog. Ha már nem csak úgyse hallod magam, már mindegy, de csattog szépen. És akkor egyszer voltam nála, találkoztunk, és azt mondja, atyikám, hadd hallgassam meg, nagyon szépen csattog, nagyon cintányírozik, hát mondom, professzor úr, hát örülök, hogy ezt így látod, de nehéz volt, igen, átadni ezt a csattogást Jézusnak. Hogy bennem ő csattog, bennem ő lélegzik. Ki vagyok én? Igen, a szívem, lelkem vagy. Ami csak egy külső forma, addig, és ilyen felszín, addig nem sokat ér. Akik tanultak, és biztos sokan tanultak, ugye kicsit pszichológiát, kicsit nevelés, tudományt, hát tudják, hogy mennyire fontos, hogy ne csak a sztereotípiák alapján mozogjon az a gyerek, ilyen az a gyerek, hanem szépen beleívódjon lelkébe, mélyen a jó, elsajátítsa, olyan szépen vagy az, hogy elsajátítsa, ugye? Készségé váljon. Önmeghatározásunk, kedves testvérek, Istenből ered, Krisztusból ered. Egyszer egy nemesegyi Péter atya, még tokiói időszakából, ez egy külön kaland, hogy hogyan ismertem meg, tényleg a Jóistennek a gondviselő szeretettel folytán, és jutatott egy lelki gyakorlatot még Münchenben, akkor nem lehetett átjönni, vasfüggöny és a többi, és megkaptam magnó kazettán, még Valasagyarmaton kaptam ezt meg, és hát ő mondta, az egyik elmegedésekor, 85-6-os tájék van, hogy egyszer egy szerzetes közösség, jezsuita szerzetes közösségbe elment egy férfi, és mondta, hogy szeretne az életét rendezni, mert kuszoság van, minden fejtetér rá, nagy rendetlenség van. És hát vetett, mondták, hogy tessék, parancsoljon, érez magát jól, itt van egy szoba, és hát ott meg volt a minden szükséges kellék, volt egy szentírás, aztán volt egy feszület, meg egy rózsafűzér. Hát nézett nagyot, hogy hát csak ennyi, és mondja, egy napot töltsön itt, aztán majd belekapcsolhat a szerzetesek életébe, ahogy szeretne. Aztán benéztek hozzá, és látták, hogy ott ül, és nézze a feszületet. És akkor mondták neki, hogy hát, drága barátom, hát hogy vagy? Jól. Hát most már megtaláltam, hogy ennyire szeretett engem, és megváltott. És semmit nem csinált, csak nézte, és hálát adott, és potyogtak a könnyei. Aztán később ott volt egy 30 napon, 40 napon keresztül. Igen, kedves testvérek, az ember önmeghatározása Krisztusból fakad, és Krisztushoz vezet el bennünket a boldogságos szűzanya, és említettem, hogy volt tennap egy nagyon szép ünnep, a Guadalupe-i szűzanyának a ünnepe, emléknapja, de ünnepe,
és 1531 decemberes napjában történt. És most olvassak egy részt abból a tanúságtételből, amelyet a találkozásról hallhatunk. Ez nagyon fontos, és ugye a József atyának van egy szép nagy vadutópói szűzanya képe, amit a Szent László templomban majd be is fog ismételten mutatni, és Bogányi Gergely művész úr pedig, ő még nem tudja, hogy nem csak a misén fog részt venni, hanem egy kicsikét majd a tanúságtételt is fog majd tenni. Ez egy titok, csak meghívta Juska atya misére. Egy milyen hívő művész úr. Na a lényeg, hogy ezen a képen, amiről most itt fogok majd hallani, nem valami, nem tudom, Tiziano, vagy Raffaello, vagy Munkás, nem tudom, kicsoda festette, hanem tényleg maga Szűzanya adta ezt a képet. Lehet benne kételkedni, de azt hiszem nem érdemes kételkedni, mert az ember sok időst megspórol, hogyha a hittel fogadja, és tudósok megalapították a következőt, és mindjárt fogom mondani, hogy mit. Csak egy pici részlet. Amit a domb tetejére ért a látnok, felérkezett egy úrnő állt ott, aki hívta, hogy menjen oda hozzá. Mikor elébe érkezett, látta, hogy az úrnő ruhája fénylik, mint a nap. A szűz mindjárt ki is nyilvánította előtte akaratát. Így szólt hozzá. Tudd meg, szeretett fiam, hogy én, Szűz Mária, a mindenkor szeplőtelen szűz vagyok. Anyja az igaz Istennek, az élet szerzőjének, aki mindent teremtett és fönntart, aki az ég és föld ura. Látjuk az önmeghatározást? Istenből fakad, ugye? Nagyon akarom és soron kívánom, épüljön itt ezen a helyen nekem templom, hogy fiamat, Jézus megmutassam, kinyilvánítsam és dicsérjem, hogy kiárasszam szeretetemet és anyai érzületemet, oltalmamat és védelmemet, mivel valójában a ti kegyes anyátok vagyok, a tied és mindenkié, aki csak a földön élnek, mindazoké, akik szeretnek, akik keresnek, akik áhítattal és bizalommal segítségül hívnak engem. Itt letöröm a könnyeiket, és meghallgatom panaszaikat. Megsegítem őket a szorongattatott helyzetükben, és enyhülést hozok nekik megpróbáltatásaikban. Hogy pedig kívánságomon teljesüljön, menj el Mexikóvárosba, a püspöki palotába, mondd meg a püspöknek, hogy én küldtelek, mert azt akarom, hogy ebben a völgyben templomot építsenek nekem. Jean Diego nyomban el is ment a püspök házába, akinek neve Jean de Zamburákban volt, Szent Ferenc rendjéből. A püspök ugyan meghallgatta őt, de mintha nem hitt volna neki mindenben. Ezért azt válaszolta, fiam, jöjj el újra, és ismét meghallgatlak. Majd gondolkozom, hogy mit kell tennem a kívánságoddal kapcsolatban. Másnap Jean Diego látta, hogy a királynő lejön a dombról. Odajött, és így szólt. Halljad, szeretett fiam, most tessék nagyon figyelni. Ne aggódj nagybátyád betegségével, vagy bármi más bajoddal kapcsolatban. Nem de én a te anyád vagyok? Nem de oltalmam és védelmem alatt állsz, mint például a hazánk is, ugye Mária országa? Nem de oltalmam és védelmem alatt állsz? Nem de én vagyok életed forrása és boldogsága? Jól tudod, hogy az én ülömben és karjaimban vagy. Vajon szükséget szenvedsz-e bármiben? Ne szomorkodj, és ne aggodalmaskodjál. Menj föl, kedves fiam, a dombra, és azon a helyen, ahol engem láttál, és ahonnét szóltam hozzád, különböző virágokat találsz. Szakítsd le, és gyűjtsd össze ezeket a virágokat, aztán jöjj, és hozd ide nekem. Jean Diego elment, összegyűjtötte a virágokat, és az ég királynője elé tette. Ő pedig tiszteletre méltó kezébe vette azokat,
majd Jean Digo köpenyére téve így szólt. Szeretett fiam, ezeket a virágokat vidd el jelként a püspököz. Te az én küldöttem vagy, akinek hűségében megbízom. Szigorúan megparancsolom, vigyázz köpenyedre, csak a püspök előtt nyisd ki, és amit viszel, mutasd meg neki. Beszéld el neki, hogy parancsom szerint hogyan mentél fel a dombra, és hogyan szedted össze a virágokat. Meséld el, hogy csodálkozva mi mindent láttál, és így higgyen, és építse föl a templomot, amelyet akarok. Ahogy az ékirálnél megparancsolta, Jean Digo Mexikóváros felé indult. Örvendezve bízott abban, hogy minden sikerülni fog. Amikor belépett a püspökhöz, leborult előtte, elbeszélte mindazt, amit látott, és amiért küldetett. Így szólt a püspökhöz, Uram, amit parancsoltál, teljesítettem. Elmentem az úrnőmhöz, az ékirálnőhöz, az Isten szülő Szűz Máriához, és mondtam, te jelet kérsz, hogy hinni tudj nekem, és templomot építs azon a helyen, ahol a szűzanya kívánja. Elmondtam neki, megígértem, hogy jelet viszek neked, amely igazolja az ő akaratát. Lám, meghallgatta a kérésedet. Jó néven vette, hogy jelet kértél ahhoz, hogy akaratát teljesítsd. Megparancsolt, hogy ma korán ismét jöjjek el hozzád. Akkor az egész város összejött, és látták a tiszteletre méltó képet, amely Jean Digo köpenyén keletkezett. Megcsodálták, Isten művének tekintették, és imádkozni kezdtek. Jean Digo halálos beteg nagybátyja azon a napon meggyógyult, és elmondta, miként hívta segítségül a Szent Szüzet, akit Guadalupe-i Boldogságos Szűz Máriának neveznek. És ez a kép, ami a köpenyen rajta van, ez a Boldogságos Szűz Máriának a képe, nem tudják igazából megmagyarázni, hogy összeszedte a virágokat, betette a köpenybe, kitárta a köpenyt, és ott volt a szűzanya képe. És aki nem hinné, persze hát hinni benne van a szóban, mindig lehet kételkedni, de azon sok utat megspurolhat, hogyha elfogadja. Például a NASA nem olyan régen, de a világ egyik legnagyobb űrkutatási rendszere megvizsgálta ezt a képet, és mit találtak szűzanya szeménél? Tehát nem ilyen képzeg, és nem tudom micsoda. Mit találtak? Azt látták, hogy a szem valóban működik. Ugyanúgy húzódik, tágul a pupillája fényre, mint egy élő személy. Mint akinek belül retinája van. Aki érzékeli. Aki nem hiszi, akkor ne higgyen a fizikának. Kétszer-kettő-négyet is meg lehet kérdőjelezni, meg az, hogy ott betonfal van, addig kételkedik az ember, neki nem megy. A szűzanya szeme lát. Hú, ez nagyon furcsa, ugye? De hát pont nem ezt hiszük. Isten szeme lát, velem van, néz. Szűzanya néz bennünket, szeret bennünket, mint édesanya. És Mária országának a polgárai, nem, de így kéne élni életünket. Mi jó lenne, hogyha például igen, ugye Budaörsön is történt egy látomás, nem igazolták, nem tudom milyen fajta formában, mindesetre pápai engedéllyel ott épült egy kápolna, szeplőten fogantatottnak, fönt a budaörsi kőhegyen, amely hát egy csodálatos terület. És mi érdekes, hogy reméljük, hogy normafánál is, ugye lassan-lassan csak megépül az a kis kápolnáska, ha oly sokan mennek imádkozni, és lélekben Istenhez fordulnak, és segít az megtérésüket. Világ győzedelmes királynője kápolnája. Mint ahogy elmennek az emberek Mária Pócsra, Gyűdre, Fatimába, Lourdesba, Csíksomjóra, és a többi. Vagy akár ugye, minden ilyen Mária helyen látomás csoda kísérte a templom építkezését. Kedves esérek, ki vagyok én? Tekintsünk Jézusra, hogy ő szeret bennünket, tekintsünk Máriára, és ahogy ő szeret, Jézus és Mária, úgy próbáljuk viszont szeretni az Istent, megköszönni édesanyánknak, Máriának a szeretetét, és kérni, hogy az ő szemével, az ő
gondolkodásával, Mária gondolkodásával lássuk a világot, és vezessük az embereket, mint keresztülő Szent János, Jézus Krisztushoz. Amen. Hiszek az egy Istenben, imádkozzunk testvérem, hogy a tiszta lélek derűjével készüljünk a megváltunk eljöttének ünnepére. Világosítsd meg, Urunk, Szent Atyánkat, Ferenc pápát és püspökeinket, hogy mindig helyes úton vezessék népedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irányítsd az államférfiket, hogy jóléthez és boldogsághoz segítség a nemzetet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Árazd el tanításod fényével az oltár körül egybegyűlt híveket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Töltsd el a keresztény szeretet meg melegével otthonainkat. Kérünk téged, hallgass meg. Tedd boldoggá elhunyt testvéreinket örök világosságod által. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adunk kegyelmedet, amiként keresztülő Szent János Jézusra mutatott, Mária szívével, lelkével, szemével lássuk, éljük a világunkat, és miként ő Jézusra mutató nagy jellé vált, és őt hordozta, hogy tudjuk mi is, mint a reménység emberei, Krisztushoz és Máriához vezetni az embereket. Hallgass meg, Urunk! Urunk, keresztelő Szent János tanúságot tett Szent Fiad eljöveteléről, attól, hogy örömmel fogadjuk el őt a földön, és boldogító látását élvezhessük a mennyben, kész és ragadol mindörökké. Amen.
Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. A szentmisén nem mondtam, de természetesen van gyónási lehetőség, inkább lehetősége, József atya várja a gyóni kívánokat a gyóntató helységben. Kérünk Istenünk, hogy odaalló lélekkel bemutatott áldozatunk szüntelenül előtted álljon, attól, hogy örök akaratod szerint hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Őt előre hirdette a proféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya, az ő közeledtét jelezte keresztelő Szent János, majd bizonságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésnek ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban virrasztva, dicséretében újjongva találjon minket is. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és ők együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és már ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér. Értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsenek be a szentélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Miselt szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon, tedd tökéletesse a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről,
és mindazokkal, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindjárt az Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdet óta kedvesek voltak előtted, részese lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj egyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézz, hanem egyházad hitét, s őrizd meg egyházadat szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Ima az Isten báránya, ima, aki elvesz a világ bűneit, boldogok, kiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megújul az én lelkem.
Mondjátok a csüggedt szívűeknek, bátorság, ne féljetek! Nézzétek, eljön a mi Istenünk, hogy szabadulást hozzon nekünk. Könyörögjünk! Kegyelmedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre, kész és uralkodol mindörökké. Kedves esőrek, hirdetés szövegétel azt olvashatják szokás szerint a szórólapon, illetve a honlapunkon bataplebánia.hu. A harmadik gyertyaszálat jutottuk meg, ugye egy-egy szentségre emlékeztünk, a mai napon ugye a bűnbánat szentségére, és ide tehetjük nyugodtan még két szentséget, egyik a betegek kenete, betegek szentsége, szintén, hogy bűnbocsánatot kap az ember és megerősítés nyer a betegség elviselésében, illetve aztán, ha jósen hazasszorít, akkor tiszta lélekkel tudjunk megállni az Úr színe előtt, és a harmadik jelentés és a remény ember, ugye az élő szent templomok vagyunk, az eukarisztia. A negyedik gyertyánál pedig majd a házasság és a egyházrend szentségre emlékezünk, adunk hálát ezért. Az Úr áldását fogadjuk. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ugyan a szentmisét az itt online módon lehetett látni, lesz ennek egy vágottabb formája, ami majd fölkerül úgy hivatalosan a honlapra, lehetőleg azt osszuk majd, az egy kicsit cizellával lesz, és jobban megformázva, tehát a lényeg nyilván nem fog változni. A szentmise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében.